Már vesszük? Ja. Igen. One, two, three, four! Na, üdvözlök mindenkit! A mai videó témája megint motovlogodás lesz. Még jó múlt korában, pár hete, amikor ilyen szép napos idő volt, egyik délután, munka után sikerült elmennem egy kicsit itt a környékben motorozni. Ezt az útszakaszt, ahol most majd fogok menni, ezt már láthattátok korábban babettás videó egyikében, de akkor nem mentem tovább, viszont most el fogok menni abba a faluba, ami errefele van, ahol előtte még nem jártam. Úgyhogy, ha érdekelt titeket ez a kis motoros, vlogos, motorozásos, tájbemutatós, falubemutatós videó, akkor tartsatok velem a továbbiakban is. Itt azért, amikor már eléggé repesztek a motorral, akkor jól hallani, hogy szélzaj van. Addig, amíg odaérünk, addig mesélek nektek egy kicsit arról, hogy hogyan is tanultam meg motorozni, illetve hogy milyen motorjaim voltak előtte. Az egész akkor kezdődött, amikor gimis koromban nagypapám vett nekem egy Suzuki, ha jól emlékszem, Rán robogót. És mivel ugye én kollégista voltam, ezért mindig vártam a péntekeket, hogy végre hazamehessek és tudjak menni a járgánnyal. Tehát azon tanultam meg motorozni, az egy pár évig megvolt az a kis motor, egész jó volt. Két ütemű volt, ugye keverni kellett bele a benzint, mert a különolajzása ki volt kötve. Sok kilométert elmentem vele. És utána vettem egy, hát félig vettem, félig kaptam egy kicsit nagyobb motort, az egy Malaguti F10-es robogó volt. Azzal szintén egy pár évig motoroztam, majd következő motorom egy S51-es Simpson lett. A Simpson volt ugye az első váltós motorom, az volt talán a legtovább meg, illetve van még most is Simpsonom, de az egy másik Simpson, nem az, amelyik az első volt, azt sajnos eladtam. Közben megérkeztünk ide a kis falucskába, ahova igyekeztem. Ugye nekem ez az első, hogy ebbe a faluba járok, tehát minden új lesz, úgyhogy majd fogom mondani nektek, hogy milyen érdekességeket látunk, például itt lesz egy Zsiguli, itt az út szélén, ezt majd visszajövünk, megnézzük, mert ez szerintem így teljesen gatter. Itt, ahol most eljöttem balra, itt azt gondoltam, hogy itt tovább lehet menni, majd valamerre másik faluba, de igazából nem, úgyhogy vissza fogok majd térni oda, ahonnan indultam. Na de folytatnám közben a témázást, ugye ott hagytuk abba, hogy a Simpson sokáig megvolt, meg még most is van Simpsonom, igaz most darabokban van, de ezt nem részletezném, hogy miért. Simpson után jött a babettás korszak, megtetszett nagyon ez a babetta, amiről láthattatok már több videót, ez a 210-es babetta. Ezt megvásároltam ugye, de működésképtelen állapotban volt. Blokkot kellett cserélni, meg pár dolgot megcsinálni rajta, úgyhogy azért került ugye bele a 207-es blokk, a 210-es vázba.
ugye az bemutató videót, aki látta, az tudja, hogy miről van szó. Azt a babettát, azt kb. Egy évig használtam, meg használom is. Ugye itt kapcsolódtatok be ti is a történetbe, hogy elkezdtem itt a YouTube videókat csinálgatni. Akkor be ugye jött a második babetta, amit szintén ugye csinálgatok, újítgatok fel. Na de, babetták után jött ugye a most alattam és látható Yamaha, amiről ugye szintén készült bemutató videó. Ahogy láttam, nektek nagyon tetszik ez a videó, mert elég sokan megnéztétek már. Majdnem 600 megtekintésnél járt, most, hogy így reggel néztem. Ezért is gondoltam arra, hogy most csinálom ezt a Yamahás videót. Na, visszakanyarodva, erre ugye nem tudtam tovább elmenni sem erre, úgyhogy kénytelen voltam visszafordulni. De ahogy itt jöttem, ha ti elnéztetek balra, én ugye elpillantottam, akkor láttatok egy ilyen kis szélső lemenő utcácskát, úgyhogy most oda fogok visszamenni, mert olyan hangulatosnak tűnt, hogy az ott elmegy jobbra. És akkor, ha mindjárt odaérünk, akkor megláthatjátok ti is. Ennek a végén lesz majd amúgy, ennek az utcácskának, nem akarom előre lelőni, hogy mi, de egy ilyen szintén nagyon hangulatos kis dolog lesz. Majd meg fogjátok tudni. Na, a Simpsonról még annyit közben, itt ez az utca, hogy ugye én a legutolsó Simpsonomat azt sajnos, hát nem az, hogy összetörtem, de szegény javításra, teljes javításra szorul, mert ugye volt nekem egy motoros balesetem még másfél évvel ezelőtt, ahol ugye lábam eltört, motor használhatatlanná vált, és most jutottam el oda, hogy mivel nincs kész a Simpson, na ezt akartam nektek mondani az előbb, ezt a kis hangulatos dobogót, ami mindjárt átmegyek. Hát ez már megérte arra elmotorozni, mert szerintem nagyon feelinges. Tehát ugye azt akartam mondani, hogy mivel ugye nincs kész a Simpson, meg valószínűleg az idei szezonra nem is fog elkészülni, ezért vettem meg a Yamahát, hogy legyen addig is egy olyan motorom, ami váltós, gyorsabb, mint a Babetta. Na, közben visszaérünk mindjárt megint a Zsigulihoz. Kicsit lelassítok, megnézzük rendesen. Amint látjátok, eléggé oda van szegény. Tehát ezt a Yamahát fogom használni, ugye, meg használom is. Meg vagyok vele nagyon elégedve. Közben itt ugye nem kanyarodtam el balra, hanem elmegyünk erre jobbra, megnézzük, hogy mi van. Nem lesz egy nagy durranás, de azért úgy gondoltam, hogy mivel ilyen aszfaltos, meg köves út, ezért megnézzük, hogy hova vezet. Kis erdei motorozás lesz. Pont ez a nap szembesüt, hát videón ugye jobban csillog, akkor ott talán ennyire nem zavart, de most így eléggé. Na, és ugye mióta megvettem, már nem számolom, hogy hány kilométert tettem bele, de biztos jó sokat, mert elég gyakran járok tankolni, ugye, ahogy számoltam, egy tank benzin, az kicsit több, mint 100 kilométerre elég. Ugye 6 literes a tankja, de ilyen 4,25 vagy 4,75, azt hiszem 4,75 litert szoktam bele tankolni, ha elkezd jelezni a lámpája. Na, itt fogok majd amúgy visszafordulni, mert hát elfogy ez az út, és ilyen nagyon porossá válik,
meg földessé, ezt meg nem akarom a kis Yamahát fölvinni erre a poros földes útra, inkább maradok ezen a kavicsos murváson, és akkor megyek vissza. Munkába járás az ugye, ha az idő engedi, akkor majdnem egész héten, kivétel persze, hogyha valami olyan dolgom van, ami miatt nem tudok motorral menni, kénytelen vagyok busszal vagy kocsival. Ha pedig rossz idő van, akkor egyértelműen Yamaha pihen a garázsba, és akkor marad a busz. Na de, ez alatt, az idő alatt, amióta ugye megvan a motor, azt mondom nektek, hogy megbízható a gép. Hazatolni még sehonnan se kellett, sohase. Igazából ilyen apró bakik voltak vele, hogy benyomva hagytam a gombot, jobban mondva nem benyomva hagytam, hanem véletlenül benyomtam a gombot, a fészmegállítót, és nem vettem észre, és hát akárhogy is rugdostam, akárhogy is tologattam, nem indult szerencsétlen motor. Na, akkor telefonáltam a barátomnak, akitől vettem. Ő eljött, ráült, megnyomta a gombot, rugásra indult. Úgyhogy, na, az egy elég vicces sztori volt. Égtem is, mint a rongy, de hát ennél nagyobb baja ne legyen a motornak. Amúgy, ugye nem tudom, elmondtam azt, hogy a kuplungját majd cserélni kell. Szól a barátom, hogy mikor mehetek hozzá kuplungozni. Közben itt vagyunk megint a Ladánál. Hát lesz az utolsó, hogy elmegyünk mellette. Most szemből is, ugye rendszám nincsen, telehordva szeméttel. Ha esetleg eladó lenne, akkor érdemes lenne még meg is venni. De hát nem hiszem, hogy aki ide kitette, az eladná. Másik ilyen bakizós rész, az annyira nem is volt necces, de az a lényeg, hogy elvittem a Yamahát, lemostam ugye az önkiszolgálós autómosóba. Már többször is volt ilyen, hogy lemostam, és volt egy eset, amikor 20-at kellett rárúgni, hogy beinduljon, vagy még többet, de volt olyan is, hogy 3-at kellett belerúgni, és akkor elindult, mármint rárúgni, nem a motorba belerúgni. Úgyhogy mondom, maximális elégedettségem az megvan a géppel kapcsolatban. Tervezem még amúgy, hogy veszek még egy ilyen AM6-os motort, még ha nem is Yamahát, hanem valami másik márkát, hogy ha majd a Janu akkora lesz, akkor ő neki is legyen ilyen AM6-os motorja. De ez szerintem nem mostanában fog megtörténni, vagy ha igen, akkor fogtok róla látni videót mindenképpen. Na és akkor, ahogy azt észrevehettétek, már visszafelé haladok ezen az úton, nevezzük bekötő útnak, ami ugye bevisz minket a faluba, amit bejártam. Simpsonhoz még annyit hozzátennék, hogy ugye én nekem az első két motorom robogó volt, ahogy elmondtam, utána vettem meg a Simpsont. Ugye én nem tudtam előtte váltós motorral menni. Apámnak a Simpsonján tanultam megváltani, illetve egy kormányváltós, azt hiszem, hogy Romet Kadett volt, vagy valamilyen Puk, már nem tudom, lényeg, hogy kormányváltós volt. Azzal is gyakoroltam előtte, hogy menjen a váltás, meg a kuplungozás. És ugye, amikor apámnak Simpsonjával sikerült, hát nem megtanulni váltani, kuplungozni, mert azért ezt úgy nem mondanám, de aránylag kellett menni, akkor kinéztük ezt a Simpsont apám egyik ismerősétől, kollégájától, elmentünk, megvettük, és azóta az volt ugye nekem az első váltós kuplungos motorom.
És a Simpsonok annyira a szívemhez nőttek, hogy igaz, hogy most nincs egy működőképes Simpsonom se, de meg lesz csinálva, akkor lesz. Mindenképpen. Na, úgy gondoltam, legyen egy vége is a videónak, úgyhogy most akkor jöjjön a szokásos szöveg. Ha tetszett a videó, lájkold, ha szeretnél további tartalmakat látni tőlem, akkor iratkozz fel a csatornámra, ajánld a csatornámat, a videóimat ismerőseidnek, barátaidnak, stb. És a következő videóban találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, sziasztok!